Üdvözlök minden kedves nézőt, srácok! Én Peti vagyok, és ebben a mai videóban nem más hoztam el nektek, mint a Chapter 4 Season 2-es leakeknek a második nézni. Nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele. Chapter 4 Season 2 elején vagy közepén, pontosabban Chapter 4 Season 2-ben be fog kerülni a belső nézet. Ez, srácok, ez fix információ, 100%-os információ. Tehát, igen, csomó ember kirakta, Hypex is kirakta, meg még csomó adathalász. Tehát igen, be fog kerülni a Fortnite belső nézet a játékban. Császok, Season 2-ben 3 darab Legendary Augment lesz, amik közül majd tudunk választani. Az első az lesz, hogy amikor meghalsz, fel fog rebootolni, srácok. Oké, és meghalsz, fel fog rebootolni. Tehát azért halljátok a súlyát. Második augment az az lesz, hogy növeli a maximális shieldedet. Amire gondolom úgy lesz, hogy nem 200 HP lesz, fel, hanem 250, abból 150 shield, 100 HP. De ennek is azért érzitek a súlyát, hogy ez is mennyire erős. Meg a harmadik az az lesz, hogy siponokat fog osztogatni. Ugye ez Season 1-ben is, Chapter 4 Season 1-ben is bent van. Csak hát ugye ez Fort Shotgunnal érvényes ez a sipon. Gondolom itt AR-rel és SMG-vel is érvényes lesz, vagy nem tudom. Srácok, az egyik legnagyobb információ, hogy a Pump Shotgun vissza fog térni a Chapter 4 Season 2-ben. Oké, és fix információ, nem csak Hypex, hanem csomó adathalász, Fortnite adathalász ember is kirakta. Kíváncsi vagyok, srácok, írjátok meg kommentbe, hogy ti várjátok-e vissza a Pump Shotgun, vagy nem. Ha várjátok vissza, akkor szeretnétek-e, hogy visszakerüljön a 220-as damage-e, vagy maradjon a 180-as? Ezt írjátok meg lent a kommentben nekem. Mi van leakelve az egész Fortnite Chapter 4 Season 2-es Battle Pass? 8 skint fogunk kapni a Battle Pass-ben, ami itt lesz. Oké, srácok, ez azért elég jól néz ki, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Ez az ötödik karakter nagyon tetszik. Írjátok le ugyanezt a kommentbe, hogy nektek melyik tetszik, melyik Battle Pass skin tetszik a legjobban. A végén nem mást fogok nektek bemutatni, mint az Eren Jaeger Fortnite skin. Ugyebár ez az új egy működéssel be fog kerülni a játékban. Így fog kinézni ez a skin. Kapni fogunk hozzá egy emotot, ami ugyanez lesz. Ez lesz az az emot, amivel itt áll a képen. Egy emojit, animációval ellátott emojit, wrappet és bannert is fogunk kapni hozzá. Na srácok, ennyi is lett volna a videó. Még a videó végére elmondanám, hogy a nézők több mint 83%-a nincsen feliratkozva. Szóval, ha ezt a videót nézed, kérlek iratkozz fel, és dobj egy lájkot, hogy ne maradj le a további videókról. Én Peti voltam, következő videóban találkozunk. Sziasztok!